Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 29-én. Itt említeném meg, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. E-mailen keresztül ez megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, azon kívül van akciós jóslás, tehát vannak kedvezmények is. És most megtekintjük azt, hogy mi várható jövő héten, indítanék hétfővel. A hétfői napon a hold uralkodik. És mi történik hétfőn? Mire kellene ügyelni? Ez a park jelentheti a természetet, mint például egy kiruccanást vagy egy sétát, ami jót tesz nekünk. Ez a park szimbolizálja a nyilvánosságot, hogy megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, vagy találkozol valakivel a nyilvánosságon. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Mi várható kedden? Itt látható egy levél, tehát lesz egy hír. Ez a levél jelenthet szerződéseket is, egy adásvételi szerződést, vagy egy munkahelyi szerződést. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ha szerdán beszélsz valakivel, vagy jön egy hír, akkor vizsgáld át a dolgokat, mert ez a felhő azt jelentheti, hogy valami átláthatatlan. Amit ez a kártya még szimbolizál, az az idő, mégpedig fél évet jelent. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert előfordulhat, hogy szerdán ez az esemény vagy egy bizonyos személy visszatér a múltból. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Csütörtökön lesz egy Lilith energiamező. Az azt jelenti, hogy a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a mi földünkhöz. Ez kiváltja ezt a Lilith energiát, ami szimbolizálja az álmainkat, a vágyainkat, az elképzeléseinket, és mivel ez közel van a földhöz, ez a terv, ez az álom most megvalósulhat. Azon kívül Jupiter bolygó, aki uralkodik a csütörtöki nap felett, az a szerencse bolygója. Ez a kasza jelentheti azt, hogy elvágsz valamit, lezársz valamit. Például a kasza el tudja tüntetni a felhőt, mindazt, ami még szerdán átláthatatlannak tűnt. A kasza jelenti azt, hogy bizonyos esemény történik veled ezen a napon, amire nem számítottál. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos,
Most kell ez a magabiztos fellépés. Ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit. De ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új ajtót. Ezek lehetnek lehetőségek, vagy utal a nyitottságra. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Szombaton teli hold van, és egyúttal hold fogyatkozás, ami Közép-Európában látható. Napfogyatkozásnál vagy holdfogyatkozásnál mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal a hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, aktuális lesz a kármikus téma, és Ráhú jelenti a jövőt, megvilágít egy új életterületet. Lesznek újdonságok, vagy lesz egy kiút. Nem csak Ráhú világítja ezt meg, hanem a teli hold is. Lesz egy új irány. Lesznek sorsdöntő változások. És mi várható még szombaton? Ez a ravasz róka. Utalhat negatív gondolatokra vagy érzelmekre. Egy új irány? Nem, az nem lesz jó. Tehát jelenthet egy rossz döntést, vagy egy gondolatot. Ó, ebből úgysem lesz semmi. Persze jelenthet negatív érzelmeket is, félelmeket, mert vagy te, vagy ő féltek a változásoktól. Persze ez a ravasz róka jelenthet egy szemét is, aki figyelget téged vagy benneteket, kíváncsi, az is lehet, hogy féltékeny vagy irigy, tehát légy óvatos a szombati napon. Figyelj oda arra, hogy ki milyen szándékkal közeledik hozzád. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon Merkur bolygó és Mars bolygó konjunkcióban áll, az azt jelenti, hogy találkoznak, együtt hatnak. Mars bolygónál lehet az életerő, vagy az, hogy olyan gyorsan, türelmetlenül cselekszünk, vagy kimondunk valamit, amit nem gondoltunk át, amit később esetleg megbánunk. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, Merkur bolygó pedig a cselekvéseket vagy a kommunikációt, tehát a férfiak cselekedni fognak, és keresik a kapcsolatot, a beszélgetéseket. Mi várható szombaton? Mit mutat a kártya? Hát itt nem a férfi áll középpontban, hanem ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy. Tehát mi hölgyek állunk a középpontban. Lehet, hogy nem cselekszünk, hanem figyeljük az eseményeket, ki milyen szándékokkal közeledik, és miről akar ez a férfi beszélni veled. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!